vállalkozó 82 óta. Vitatkoznék önnel az előtt, mert nem minden termő vagy szolgáltató vállalkozásnak szabad szabad utat adni. Nem csak Magyarországon, mások is. Azt, hogy valaki idén is építen, akkor egy cipőgyárat, vagy akár mind gyárat, akkor semmi akadály nincs, csinálják. De viszont itt van a közművek kérdése, ami a vízműveket el akarják adni, hogy eladták a fővárosba a gázműveket, amiben egy gázvezetéket lehet csak egy utcába építeni, egy szennyvíz csatornát lehet egy utcába építeni. Nincs még egy helyre hely egyáltalán, hogy azok versenyezzenek egymással. Tehát amikor ilyen monopól helyzetek vannak, tehát ugye a SZDSZ az a törpöpárt, 1%-os törpöpárt, aki eladta a gázműveket, az a, hát is olyan, hogy a veszteséges is volt a gázmű, 8 milliárd hasznot kivetett, tehát abból fizették ki gyakorlatilag a gáznak az árát. Tehát ilyen esetekben semmiképpen sem. Tehát amikor egy monopólszerű helyzet alakul ki, nem szabad engedni, hogy eladják képződjön. Mert ezzel is csak a haszon kimegy, és nem itt marad a pénz. Egyet érték én a újságíró hölgynek a felvetésére reagáltam, aki azt mondta, hogy a tőkét nem szabad engedni. Ipari parkokban a Fordnak, a Alcoának, a másiknak, a harmadiknak a bejövetele abban az időszakban megmentett bennünket. Egy másik szakaszban kellene, vagy kellett volna átlépni, amikor a kisbefektetők, a magyar vállalkozók ehhez tudtak volna kapcsolódni. Látjuk, hogy nem kapcsolódtak, mert hozták magukkal a beszállítókat. A harmadik lépésben pedig azt vártuk, hogy idehozza a könyvelését, idehozza egy új technológiát, ebben a szakaszban csak nagyon kismértékben tudott az országra lépni, de abban az időben, 90-ben, amikor összedőlt minden, akkor itt nagyon jó volt, hogy olyan beruházások, munkahelyteremtések idejöttek, és ezt támogatjuk el. Amit mondott, alapvető szolgáltatásoknak, kézműiparnak, élelmiszeriparnak és a közszolgáltatási infrastruktúrának magyar kézbe kell maradni, és a Fidesz programjában és a KDNP programjában az szerepel, ezt vissza is fogjuk szeretni. Autópályákat. Köszönöm szépen, és akkor tovább lépnék, mert még vannak gondolatok itt a jelen asztalnál ülők esetében. A végén szeretném felhívni a figyelmet, hogy dr. Vajk Kálmán ügyvéd úr, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat restitúciós tagozatának vezetőjéhez lehet majd jogi kérdéseket feltenni, és akkor megkérném Molnár Béla urat, a KDNP budapesti elnökét, hogy ő hogy látja ennek a sport morális, a természetvédelmi sajátosságait.